egyébként, megmutatom apának, olyan jól áll a táska. Sziasztok, üdv újra a csatornán. Hát igen, nagyon-nagyon nagy dilemmában vagyok, megmondom őszintén, mert eddig folyamatosan azt hajtogattam, hogy ne legyenek egy könyves videók, és most már figyelme, hogy két csinál. Nem. Kicsit madarfüggés videók. Na, szóval eddig mindig azt hangoztattam, hogy ne legyenek egy könyves videók, mert hogy hát az túl unalmassá válhat, és hát spoiler nélkül beszélni, én még nem vagyok annyira profi, hogy ez nekem sikerüljön. Most mégis teszek egy kísérletet. Nem csak azért, mert jelenleg egy klasszikust és egy krimit olvastam, ami szerintem nem igazán passzol össze egy videóba, hanem többek között azért is, mert... Miért? Ebben a videóban Elizabeth Hayes, a Lélek legsötétje című könyvéről szeretnék nektek mesélni, nem is inkább tartalmat, hanem inkább egy-két érzésemet a könyvvel kapcsolatban. Na hát, na én nagyon-nagyon korán elkezdtem ezt a könyvet, már azt hiszem márciusban elkezdtem olvasni, és hát nagyon nehéz volt, mert azért egy krimit úgy olvasni, hogy éppen egy nagyon nehéz időszakon mész keresztül, szerintem az eléggé bizarr, úgyhogy én márciusban elkezdtem, akkor utána egyből félre is tettem, és úgy gondoltam, hogy majd egy megfelelő, kicsit lelkileg nyugodtabb időszakban újra elő fogom venni. Na mindegy, most elővettem nemrég, gyorsan is olvastam. Maga a könyv miről is szól? Hát azon felül, hogy egy szorongásos és hát egy beteg hölgyről beszélünk, nyilván nem ez, tehát nyilván nem önszántából lett pszichésen beteg, hanem közben megérkezett a tuszka, ezt gyors megmutatom. Jó, szóval igen, tehát kezdődik ott a történetünk, alapból két síkon fut a sztori, ami átlagos esetben engem nagyon-nagyon szokott zavarni, mert mindig izgulok, hogy itt már megtörtént is egy utána lévő időszakot nézünk, ami az első síkon még csak most fog megtörténni, és ez engem zavar, megmondom őszintén. Ez volt az első olyan történet, amikor azt éreztem, hogy nem, itt teljesen helyén való a két idősíkon való történet elmesélése, és egy kicsit jobban megértjük a jelent, ha belepillantunk a múltba, illetve a múlt alapján tudunk következtetni arra, hogy a jelenben mi miért történik. Azt hiszem 2003-ban indul a történet, és átugrik 2007-be, ami 2004 és 2008-ra változik, ugye halad a történet során. Az első rész, az első 150-200 oldalon én komolyan mondom, azt hittem, leteszem a könyvet és nem olvasom tovább. Tehát amikor a második 100 oldalon nem történik semmi, akkor azt érzed, hogy jó, most már 5000-szer megnézted az ajtót, 5000-szer az ablakot és stb. Úgyhogy most már történjen valami. Na és akkor utána történik, ugye belép a színbe az a bizonyos férfi, aki miatt ezek a dolgok történnek, és anélkül, hogy ezt spoilerezném a történetet, hát igen, tehát azt gondolnád, hogy a biztos, az biztos, pedig nem az, és engem borzasztóan meglepett az, hogy egy ilyen témát dolgoz fel, hogy ha jól emlékszem, akkor az írónő maga is hasonló esetekkel dolgozik, nap mint nap, és innen inspirálta ez a történet, ami hát egyrészt csokkoló, másrésztről pedig hát nem tudom azért az, hogy a srácnak mi az eredeti foglalkozása és milyen dolgokat tud kihasználni és ezáltal manipulálni a főszereplő hősünket, az valami elképesztő, és tudom, hogy létezik ilyen, csak én azt nem tudom elhinni, hogy most még, tehát ugye 2000, a 2000 és a 2010-es évben játszódik a jelen is, meg a múlt is, de hogy meg tud történni. Tehát én tudom, hogy megtörténik, de nekem akkor is hihetetlen, és akkor is borzasztóan rossz érzés, és hogy valakiről ne higgyük el, hogy tényleg problémája van, hanem hogy lelkileg és pszichésen instabil. Tehát ez szerintem nonsense.
Jó, és akkor a történet végét nyilván nem fogom elmondani, de az, hogy állandó menekülésben van, állandóan tévképzetei vannak, állandóan veszélyben érzi magát, állandóan úgy érzi, hogy ellenőriznie kell mindent ahhoz, hogy biztonságban legyen, ez valami borzasztó. Úgyhogy, hát mondom, az első 200 oldal nekem szenvedős volt, és akkor utána éreztem azt, hogy kezd beindulni a cselekmény, kezdenek dolgok történni, voltak, amik sokkolóak voltak, voltak, amikor én is szurkoltam. Egy 10-es skálán 7-esre értékelem ezt a könyvet. Nagyon tetszett, tényleg nagyon tetszett, és tényleg a második felével abszolút meg vagyok elégedve. Lehet velem van a baj, hogyha nem nagyon tetszenek az első pár száz oldal, ha nem fog meg. Nagyon örülök, hogy nem szoktam letenni ilyenkor a könyveket. Kicsit idegborzolósabbra gondoltam. Megmondom őszintén, hogy a zárt ajtók mögött után kaptam ezt a könyvajánlást, és én azt hittem, hogy majd itt is lesz, hogy ráz a hideg és izgulok. Hát itt nem rázott a hideg és nem is izgultam. Úgyhogy ilyen szempontból egy picit csalódás volt, mert a könyv terjedelmére tekintettel én azt hittem, hogy ez egy ilyen végigizgulós történet lesz, és sok-sok álmatlan éjszakám lesz ebből kifolyólag. Nem így történt. Jó volt, és tényleg ajánlom mindenkinek, aki szereti a krimit, hogy olvassa el. Érdekes, de inkább pszichológiailag érdekes. És apánk megszerezte a vacsorát, ha jól látom. Kétféle rákot is szoktak enni a sirályok, amiket kihoz ide a dagály. Ez az egyik. Mindenféle... Fordítsam meg a kamerát. Mindenféle maradékokat láthatunk itt a parton belőlük. Pedig a másik. Nem tudom, milyen tarisznya rákféle. Ennek már hiányzik az egyik ollója. Úgyhogy szegények már nem érték meg a hónap reggelt. Vissza is engedem őket, hát ha még valaki megkívánja a vacsorára. Apa, el ne enged a vacsorát. Na, szóval ennyit a könyvről. Igen. Még egy-két érzést, egy-két kedvenc idézetet be fogok tenni a blogbejegyzésbe, már csinálok ebből is blogbejegyzést, és egyébként nem bántam meg, hogy elolvastam ezt a könyvet, azt mindenképp leszögezném. Ezen kívül hamarosan érkezem majd egy újabb videóval, azt még nem tudom, hogy a TBR-ból melyik könyvet fogom kiválasztani először olvasásra, de már szemezgetek a Mary Higgins Clark-kal, mert az gyorsan megemészthető, de lehet, hogy az arabot végre előveszem, és akkor már tök jó lesz. Úgyhogy más nem maradt hátra, mint hogy azt mondja, hogy olvassatok sokat, olvassatok idegen nyelven, és sziasztok! De miért mindig a bal kezembe integetek? Sziasztok! Apa, sziasztok! Nem kajáltam meg, és csak a én is. Hogy szép piros. Ezt fog! Na, nem mondod. De! Na gyere cicám! A kis baglyos táskáddal! A piros rúzsaddal! Olyan manökenes vagy. Pepi, köszönsz a kamerában, mondja sziasztok! Mondjad, Mizu! Mizu! Küldj el egy puszit! Olvassatok sokat, meg idegen nyelveken!